A 23. Nemzetközi Pálinka Fesztivál a Pálinka Lovagrendek bevonulásával kezdődött, majd a Pálinka Fesztivál eredményhirdetése következett. Az idei megmérettetésre 594 pálinka minta érkezett 5 országból. A legtöbb Szerbiából érkezett, de küldtek mintát Magyarországról, Romániából, Szlovákiából és Szlovéniából is. A minőségre arra nem lehetünk egyáltalán panasszal, hiszen az összpálinkának 20% az, amelyik nem kapott érmet. Azok a pálinkákban valamilyen vagy erjesztési, vagy technológiai hibát találtak az értékelők, úgyhogy az előadódhatott magából az gyümölcsnek az előkészítésekor is, vagy pedig lepárlás alkalmával a rossz elválasztásban. Hozzátette, a pénzügyminisztériumtól kaptak egy értesítést, miszerint nem állíthatnak ki zárjegy nélküli terméket, így ezúttal elmaradt a pálinka bemutató. A zentai gazdanapok keretében emellett közel 140 helyi termelő és kézműves is bemutatkozott. Tehén sajtokkal foglalkozunk, ugye van egy saját farmunk, és akkor úgy döntöttem, hogy megtermelt tej mennyiséget feldolgozom egy bizonyos részét, és akkor különféle sajtokat csinálunk, mozzarella jellegű sajtokat, natur, füstölt fokhagymásat, kaprossat, füstöltet, illetve jogurtokat készítünk. Fazekas főzés, sütőedényekkel, teáskannákkal, bögrékkel, csészékkel, pálinkás porrakkal, pálinkás üvegekkel, tányérokkal, ezek ilyenekkel. Így a vásárlóknak is egyszerűbb megtalálni a helyi termékeket és az itteni dolgokat, felismerni, hogy vannak itten is értékeink, és hogy vannak még, akik ezekkel foglalkoznak. Ami vajdaságra jellemző, az itt lévő magyar közösségre, amiben ezek az emberek feltalálták, megtalálták magukat, az minden itt van, és itt képviseltetik ezen a rendezvényen, és én gondolom, hogy ezt meg kell, hogy őrizzük. A rendezvény holnap a vajdasági kulináris és élelmiszeripari kiállítással, a mesterségek bemutatójával és gépkiállítással fejeződik.